A Győri Kórház kevesek számára ismert világa az 1984 óta működő és azóta folyamatosan fejlesztett központi sterilizáló, mely a B-épület alsó szintjén helyezkedik el a központi műtőszolgálat részlegeként. A központ szolgáltatása nélkül nem létezik műtéti ellátás, és a kórház 35 osztálya is innen kapja a gyógyításhoz nélkülözhetetlen steril eszközöket. A központ elsősorban a műtéti programok bonyolításához szükséges eszközök és anyagok fertőtlenítését, csomagolását, sterilizálását végzi, és 10 évre visszakereshető dokumentációt vezet az elvégzett műveletekről. A sterilizálandó eszközök a mosás és szárítás után kerülnek a csomagolóba, ahol a műtétekhez szükséges eszköztálcákra kerülnek. Vannak olyan műtéti típusok, amelyek 10 tálcát is igényelnek. A csomagolást követően emberi kéz már nem érinti az eszközöket. Műtéti típusoknak megfelelően fémdobozokban vagy 4 rétegű textíliában kerülnek a sterilizáló berendezésekbe. A Győri Kórházban minden csíramentesítő eljárás elérhető, így a különféle anyagú eszközök sterilizálása a szakmai elvárásoknak kiválóan megfelel. Az autóklávokban évente 8000, a formaldehides berendezésekben 480, a plazma sterilizálóban 600, az etilénoxid berendezésben 180 folyamatot indítanak. A központból zárt rendszerben teljesen biztonságos körülmények között megfelelő logisztikai terv szerint kerülnek a műtőkbe és az osztályokra a steril anyagok. A Győri Kórházban a központi sterilizáló legfőbb szakmai törekvése a biztonság, ezért a gépek és berendezések folyamatos ellenőrzése is előírás. A Győri Kórház központi sterilizálója mindenben az Európai Uniós normák szerint működik. A munkaminőségét jelzik az eredményes, fertőzésmentes operációk és beavatkozások.